Móhi Miklóst, a Labterjesztési igazgatónkat köszöntöm a stúdió, örülök, hogy újra itt vagy, Miki. Jó reggelt! Kinek reggel, kinek szép napot kívánunk, de örülök, hogy itt vagy, mert ez azt jelenti, hogy éjszakában múlóan dolgozol azon, hogy a Katolikus Televízió minél több háztartásban ott legyen. Remélem, igen. A reggelt az egy kicsit nekem igen eltolódott, mert később indul a dolog, viszont a mai nap hát a bejutás az valami hihetetlen volt a városban, úgyhogy nagyon-nagyon izgultam, hogy nehogy elkések, de sikerült ide érnem. Úgyhogy most már lenyugodva, kapkodva, de itt. Itt is vagy, ott is vagy, ezt a címet adtuk a beszélgetésünknek is, hogy itt-ott. Mit van. Akar ez? Merre lehet megtalálni a Katolikus Televíziót még? Igen, ugye pont a múlt héten beszélgettünk ezzel erről a témáról. Az itt-ott az egy brand, az egy márkanév, egy IP alapú tévészolgáltatásról szól, amin a Bonum TV most már, én azt gondolom, hogy jóval határon átnyúlva elérhető, ugyanis pont ez az jellemzője ezeknek az IP TV szolgáltatásoknak, hogy nem kötöttek, nem csak Magyarországon és kábelen érhetőek el ilyenkor a csatornák, hanem még a tengeren túl is, tehát hogy ilyenkor Amerikába is hozzá tudnak, vagy az amerikai kontinensen, nem akarom egy országra ezt kifejezetten kiegyezni, és elérhető a csatorna és nézett. Mit kell tenni ehhez, hogy mondjuk Torontóból is tudjanak minket nézni? Alapvetően az itt-ott tévének az előfizetését kell megvásárolni, ez különben egy magyar magánvállalkozás indította el ezt a szolgáltatást, internet hozzáféréssel kell rendelkeznie, és az interneten keresztül fogja tudni nézni a magyar csatornákat, amelyik az itt-ott tévé kínálatában van. Azért az nagyon-nagyon látszódik, hogy a tévé életébe is most már eltelt. Hirtelen gondolkodtam, hogy hány év, de hát azért csak mióta én itt vagyok, már 6 év telt el, és nagyon eltolódtak ezek a technikai tartalmak, tehát hogy annó mi arra élesztük ki a dolgot, hogy igenis kábel tévén minél több háztartásban ott legyünk, viszont az is látszódik, hogy egyre többen nem kábel tévén előfizetőjük van, hanem különböző, én azt gondolom, hogy a mostani modern technikához kötődő alternatív előfizetésük van. Itt kezdve ugye a Bonum TV-nek van Facebook oldala, van YouTube csatornája, aminek látszik, hogy azért nagyon-nagyon sokan ott tudják követni a TV adását és műsorait, és ennek egy része különben ez az IP alapú úgynevezett OTT szolgáltatása, az itt-ott TV, ami tényleg korlátok nélkül, határokon átívelve teszi lehetővé az, hogy a csatornának a műsorait tudják nézni. Szerintem csapatmunkáról van szó, de főként neked köszönhető az, hogy 3-4 havonta van egy-egy újabb bejelentésünk. Kezdtük itt azzal, hogy júniustól Székelyföldön vagyunk foghatóak, szeptembert úgy kezdtük, hogy a Délvidékre beköszöntöttünk, nem csak Mária búcsút közvetítettünk onnan, hanem akkor a magyar háztartásokban is ott voltunk. Most azért vannak már tárgyalások elég sok felé, és ez is egy ilyennek az eredménye. Mi várható 2020-ban, mivel fogod indítani az évet számunkra? Milyen jó hír. Egy kis technikai információ, ugye nagyon sokan úgy is hallották, hogy nem a szakma része az, hogy a UPC-t megvásárolt a Vodafone, és a Vodafone saját szolgáltatást indít, és már 100%-ba kijelenthető, ugyanis megállapodtunk, hogy a Vodafone előfizetők is a Bonum TV-hez hozzá fognak tudni jutni. Ugye 2020-ra én azt gondolom, hogy ez az egyik leges-leges legfontosabb, tehát hogyha bárki Vodafone TV előfizetése lesz, abban a Bonum TV ott lesz. És egy kis technikai információra is szükségük van a nézőknek, akkor itt vagy te, bár hozzád irányíthatnánk a legtöbb telefonálunkat, mert sokan mondják, hogy igen, eddig ott volt a csatornában a Bonum TV, most már elérhetetlen, mit kell tenni. Elsősorban nem felénk kell jelezni, hogy most már eltűnt onnan, de elsősorban a szolgáltató fele kellene? Igen, nekünk mindenféleképpen, mert egy visszaigazolás, tehát hogy nekünk az egy jelzés, hogyha tudunk róla, ugye nem mindig jut el hozzánk attól, hogy nekünk egy szolgáltatóval van egy megállapodásunk, attól
ahol nem, ott történik egy tulajdonosváltás, más kezdi el a műsort szolgáltatni, arról mi nem biztos, hogy feltétlen tudomást tudunk szerezni. Úgyhogy én azt is kérem, hogy mindenféleképpen ide a szerkesztőségre, az ügyfélkapcsolatokra jelezzék, hogy mi is tudjuk a szolgáltatónak jelezni, de a másik legfontosabb, hogy a szolgáltatójának is jelezze, hogy már pedig eddig neki ez a csatorna elérhető volt. Ő azért fizet különben ugye a tévé előfizetésével, akkor igenis azért az ember szereti azt, hogyha azokhoz a csatornákhoz jut hozzá, ami eddig is neki megszokott volt, amit őt érdekli, és szeretné folytatni is ezt, hogy ugyanúgy hozzáférjen ezek a csatornákhoz. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a kábel TV szolgáltatójának is jelezze mindenképpen, ha kikerült volna a csatorna. Szerencsére nagyon-nagyon ritkán találkozunk ilyennel. Sokszor mi sem vagyunk eléggé technikailag felszereltek, hogy ilyenekre választ tudjunk adni, de például a múltkor volt egy telefonál, aki mondta, hogy hát a szomszédnál lehet, nálam meg nem, mégis ugyanazt fizetjük. És akkor ilyenkor jöttél a megoldásra, hogy újra kell kalibrálni a televíziót, ennyire egyszerű lenne? Igen. Egy szóval igen. A következő a helyzet, hogy úgynevezett külön csatornákon, külön frekvenciákon jönnek be a tévécsatornák, és hogyha egy szolgáltatónál a struktúraváltás van, akkor a megszokott helyéről egy másik helyre tud átkerülni ilyenkor a csatorna, és hogyha nincs a tévé újra hangolva, újra kalibrálva, akkor esetlegesen nincs, vagy teljesen más helyen van. Tehát ez a tipikus olyan, amikor megszoktam azt, hogy mit tudom én, egyes, ötös, akárhanyas pozícióban van a Bónunk TV, és bekapcsolom a tévést, és csak elég megnyomni mondjuk a tényleg ötös helyen van ötös gombot, és ott van a Bónunk TV, akkor egy ilyen esetben nem ott lesz várhatóan. Várhatóan rajta lesz, de meg kell keresni, hogy a hanyas csatorna helyre került át a Bónunk TV. Ezt hozzá kell tenni, hogy még néha hozzáértőbb embereknek is azért kicsit bonyolultabb, mert ahány tévé, annyi fajta beállítások vannak. Ilyenkor tényleg segítséget kell kérni, vagy a szomszédtól, vagy pedig a szolgáltatójától, hogy segítsen, vagy mondják meg, hogy akkor hanyas pozícióra került át az adott csatorna. Olyan az biztos nincs technikailag, hogyha a szomszédnál van, ugyanannál a szolgáltatónál vannak, akkor ő nála ne lenne. És egy kérdés nagyon ügyesen kikerültél, Miki, hogy 2020-ban mit várhatunk tőled, de akkor, ha nem is most legyen a nagy bejelentések időszaka, de ezért kérlek szépen mondd el, hogy milyen irányban gondolkozz. Tehát, hogy azért azt szoktuk mondani, hogy a Kárpát-medencében elég jelentős számban otthon vagyunk, most már a diaszpóra magyarsága is követheti az itt-ott szolgáltatónak a jó voltából az adásainkat. Milyen nagyobb esemény várható azért még? Nagyobb eseményről most nem fogok tudni beszámolni, viszont akkor itt van a lehetőség, hogy egy olyan, nem is tudom, információt közöljek, hogy várjuk a határon túli szolgáltatókat, főleg a magyar lakta területeken, várjuk a jelentkezésüket, mi is keressük különben őket, mi is próbáljuk folyamatosan a kapcsolatot fölvenni velük, de keressük a kontaktot velük, hogy a tévétnek a úgymond streamjét, tehát a tévécsatornát oda tudjuk nekik adni. Én azt gondolom, hogy a 2020 az erről is fog szólni, hogy főleg a határon túli magyar lakta vidékekre minél több helyen ott tudjunk lenni. Nagyon szépen köszönöm, Miki, hogy itt vagy. Ezen fáradozol akár a háttérben, mert olyan sokszor nem faggatunk itt a képernyők elő, de akkor további hálás munkálkodást és boldog ünnepeket kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom az egész csapatnak.